kívánok! Jó estét kívánok! Péter vagyok, az Invitatáv közös üzéletének bizásába telefonálok. Kerekes Nikolettát keresném. Szerintem rossz helyre telefonált, nem tudom milyen számot hívott. 220. Igen? 8740. Ez stimmel, de hát ez nem Kerekes Nikola telefonszáma. De itt nekünk az előfizetőnek még ő van beírva nekünk. Hát itt valamit nagyon csúnyán mellé néztek akkor. Hát az adatbázisunk szerint ő az előfizető. Megkérdeztem, hogy ki az, kivel beszélek most? Én? Igen. Kovács László vagyok, igen. Kovács László, és az önnében van az előfizetés már? Nem. Halló! Halló! Ki vagy? Én. Igen. Csikós Péter vagyok, az Invitatáv közös az életi megbízásából. Mit szeretnél? Egy nagyon kedvező kiegészítő díjcsomót szeretnék önöknek ajánlani, amivel csökkentni nagy mértékben a telefonszámlájukat. Igen? Meg szeretném kérdezni, önök most milyen tékomos előfizetésre vannak? Megmondom neked, ez a... Mondjál ilyeneket? Favorit, felező, totál, akkor... Favorit. Favorit? Favorit plusz vagy sima? Fogalmam nincs. Pillanatok kérlek, és meg tudom mindjárt mondani, milyen magas a havidíj ennek a szolgáltatásnak? Fogalmam sincs, mert még nem kaptam számlát, mert vadonatúj. Akkor most vásároltad meg ennek a lakást? Így van. A lakást most vettél meg? Ez nem lakás, ez egy műhely. Műhely. Hú. Mi a problémád? Akkor nem tudom, hogy került az ön nevé, a Kerekes Nikolett nevére ez a... Kerekes Nikolett néven sose volt. Ez a telefonszám, amit most te hívsz, ez Polisor László néven van. Milyen László néven? Polisor. Koisor? Nem, Polisor. Polisor. Így van. És ő is fizeti a telefonszám. Így van. Hú, hát akkor itt a adatbázisunkban valami úgy lehet, hogy frissülnie kell. Nem, az a baj. Az a baj, az egész T-com, meg T-online. Akkor rakás szar, testvérem, hogy ilyet te még nem láttál. Én nem Telekomtól telefonálok önök, hanem az Invitel. Invitel vagy? Igen. Te az Invitel is egy rakás szar. De tudod? Tudok önnek segíteni, hogy át tudják írni a telefonszámot önnek. Hova? Hogy ezen a néven, ez a Polisor László néven legyen. Polisor, B-vel, mint Pál, tudod? Polisor, igen. Elnézést. Semmi gond nincsen. Polisor. Apámtok éjjel elnézést, ne tőlem. Igen? Ha felhívja ön a 14-12-es számot, igen? Akkor sorbanállás nélkül meg tudja változtatni az előfizető nevét, és innentől kezdve nem lesznek ilyen félreértések. Miért változtassa meg az előfizető nevét? Mert az előfizető itt nálunk Kerekes Nikoletta néven megy. Várj egy kicsit, akkor én hibáztam szerinted? Nem. Változtass meg, te bazd meg! Nem, hanem az, hogy nem frissítették. Micsoda? Hogy lehet, hogy nem frissítették az adatbázist. Milyen adatbázist? Ez egy vadonatúj vonalról beszélünk, testvérem. Érted, amit mondok? De lehet, hogy ez a szám már egyszer kihozó. Nem, figyelem, ez a 220-87-40. Igen. Na, ez az én telefonszámom, Polisor László néven. Tudsz követni engem? Igen. Na, akkor nem én hibáztam, hanem te hibáztál. De nem te hibáztál, gondolom, hanem a kis barátaid, akik az egész rohadt rendszert irányítják. Mi nem a T-com-tól vagyunk, ön a T-com üstele. Igen? Mi nem a T-com-tól hívom. De akkor miért hívsz akkor? Az is, hogy a kedvező díjcsomót szerettem önök ajánlani, mert csökkentette volna a telefonszámláját. Ezt a telefonszámlát nem kell csökkenteni. De milyen magas beszédfogalmi díjat fizet? Elmondom neked, hogy körülbelül 500 perc ingyenes. 500 perc ingyenes? Mm-hmm. És ez mennyibe kell önnek szabad megkérdeznem? Mit tudom én? Úgy durván? Durván se tudom megmondani. Ha nálunk kedvező díjcsomóban 1500 forintért 100 órát adunk ingyenesen. Igen. 2200 forint nap bármely órájában 100 órát beszélhet bárhova. Igen, és mit csináljak? Mondd el! Hát először is a adatbázis szerint itt Kerekes Nikolettát át kell módosítani. De miért kéne átmódosítani? Mondd már meg! Mert nálunk ez van beírva, uram. De most... Nem tudom miért, nem tudom. De akkor most én szerintem mi a faszomat csináljak? Mert nálad ez van nyilvántartva. Hát szerintem ez az egész nyilvántartva, és egy rakásszor. Úgy, hogy van. Akkor mondd el, hogy most nem értem, hogy mit szeretnél. Mondd el, hogy mit szeretnél. Ez a kurvára érdekelne. Nem rakok fel az internetre, nyugodj meg. Nem. Nem, azért hívtam önt. Csak na miért hív? Mondd el, hogy mi hívtál. Na, mondd el.
hogy kedvezményes kiegészítés. Értem, amit mondasz, de én nem vagyok Nikolett Basztalak, én Polisov László vagyok. Uram, meg is értettem. Na, akkor még melyik részét nem érted a lényegnek? Hogy nekünk a szerződést, hogyha önne szerződést szeretnék kötni, igen, nálunk az itt lévő névre vagy meghatalmazással rendelkező egyének a nevére lehet csak kötni. Értem, amit mondasz. Viszont nálunk ez a név van kiírva, így önnel most... El a telefonszámra? Igen, és így önnel én most nem tudok szerződést kötni. Hát ki a faszom akar veled szerződést kötni, bazd meg? Hát hogy annyira hülye vagy, hogy el a telefonszámra, neked egy Nikolett nevű ribanc van, bazd meg, akkor nem tudok mit csinálni veled. Nekem ezt a számot csak kidobja a számítógép. Hát de komolyan mondom, te kurvára nevetségesek vagytok, ne haragudjál. Hát ezért kerültek fel az internetre, mert ennyire faszok vagytok. Hát bókláztok, bazd meg, mindenfele, csináltok, amit akar. Hallod, ez a telefonszám egy gumis műhely. Értesz engem? Igen. Na, ez a 2-20-87-40 egy gumis műhely. Hát én vagyok Polisor László, én vagyok itt a kibaszott geci főnök. De vagyok bassza, mint az atom, bazd meg. Ez egy dolog, de bazd meg, hát fölhívsz és azt se tudod, hogy hol vagy, bazd meg. De nem a marsról hisz engem, bazd meg. Hát az a helyzet, hogy te teljesen szét vagy baszódva. Érted? Ezt nem én dobtam ki, uram. Hát ki dobta ki? Én dobtam ki, szerinted? Számítógép, nem is én úgy. Hát milyen számítógéped van, bazdmeg? Dobd Pentium 2-est, hogy ne a geci, bazdmeg. Hát dobd vissza a kurva anyjába. Hát én jaj, olyan mondom, bazdmeg, egy bóc vagy. Vagy bócot csinálnak belőled, a főnökeid. Hát kapcsoljál már valakit nekem, akivel ami értelmesebb ember. Mert olyan vagy, mint a faszom, esküszöm. Hát te olyan, hallod, esküszöm, hallod. Hát nem vagytok normálisak. Hát felhívsz engem el a faszos vassága, és egy Nikolettet keresel egy gumis műhelybe, bazd meg. Hát szerinted mi alkalmazottak vannak itt? Mi? Nem. Na akkor meg mi a pecsömet akarsz, mondd el. De komolyan mondom, várj egy kicsit, az órára ránéztél, hogy mennyi az idő? Fél 8, 8 óra felé járt. 3-4-8-5 perc múlva, basztalak, én pontosan tudom az időt. Na akkor most mi a faszomat akarsz? Akkor öntől semmit, elnézést a zavarásért. Ne kérj elnézést, bazd meg, ne kérj elnézést. Mert te egy alkalmazott, hogy te ne kérj elnézést. Kérj elnézést a kibaszott főnököd, bazd meg, érted? Aki ide azt mondta, hogy hívjál föl engem. Ő nincs itt, ő Pesten van. Hol az anyjában van? Ő Pesten van, ennyi. Te honnan hisz engem, testvérem? Balmazújvárosban vagy honnan? Nyíregyházáról. Nyíregyházáról? Mit keresettem Nyíregyházán? Tudod, mennyi hülye ember van Nyíregyházán, bazd meg? De elmondom neked, figyelj rám egy kicsit. Itt vagy? Itt. Na, elmondom neked. Kértem, hogy én itt vagyok Budapesten a 14. kerület, Németorona 23-ba. Kértem egy telefonvonalat ide, esküszöm neked. Esküszöm, halljon meg a lovam, ha nem így volt. Kértem egy telefonvonalat. Tudod, hova küldték a számlát? Hova? Szentendre, Damjanics utca 2-be. Hát ez uram, ez ugyanolyan tévedés. Erről nem én tehetek, sajnálom. De ki a faszom tehet erről? Mondd meg őszintén. Mondd meg nekem, hogy ki tehet arról, hogy te fölhívsz engem német, és keresed a német Nikolettet, bazd meg. Én nem vagyok német Nikolett. Sose leszek. Nem tudom. Érted? Uram, nem tudom, ki tehet róla, ez egy félrejtés. De mondd meg, hogy ki tehet róla. De nem tudom, uram. Ki a faszomat kell faszra húzni azért, hogy te ne hívjál föl engem. Nem vagy, hogy fölhívtál, nagyon normális sávónak tűnsz. De mondd meg, hogy ki a faszom az, aki bazd meg, téged bazd meg, ebben szopat. Nem tudom, uram, tényleg. Meg oda megyek Nyíregyházára, és szíjjel paszkodok mindenkit, érted? De vagyok olyan csávó, hidd el. Elhiszem, uram. Vagyok olyan ember, esküszöm, oda megyek, bazd meg, és rendet csinálok ebben a tetves rohadni tékomba, mert ti egy bazd meg, egy monopól tég vagytok, uraljátok az egész kibaszott országot, bazd meg, és annyira kevesek vagytok, bazd meg, mint ezt nem tudom, az erdőt üsz ez a vízipisztoly, bazd meg. Uram, érted? Nem a tékontot telefonálok, de számomra. Honnan telefonálsz? Az Invitel telefonálok. Honnan tudod a számomat? Azt mondd meg. Ez a tékom adatbázis. Na látod. Na, nem a tékomtól, a tékom adatbázisból. Na, tök hülye nem vagyok azért, várj egy kicsit. Valamire vittem, van érettségim. Érted? Igen. Na, nincsen diplomám, mint neked, mert nekem van érettségim. Nekem sincs diplomám, uram. Nincs diplomád? Akkor olyan faszom, hogy hívogatsz, bazd meg, érted? Hát legalább egy diplomára hívogassál, érted? Hogy tudjunk közlekedni, vagy kapcsolatot teremteni, vagy valami, érted? Hát bazd meg, valami legyen már, érted? Itt vagyunk a rohadt, hogy Strádán, bazd meg, és semmit nem tudunk egymástól, bazd meg. Fölhívsz, és egy fassággal traktálsz, bazd meg. 3-4-8-kor, bazd meg. Rendben, hogy dolgozok, meg gumis vagyok, érted? De hát bazd meg, hát normálisan, érted? El kellene mondani, hogy mit akarsz.
akarsz nekem adni egy rohadt izét, azt se tudod, kivel beszélsz. Uram, elnéz a félreértéssel. Nem, elnéz, hidd el, hogy én elnézem neked, nem te tehetsz róla. Nem te tehetsz róla, hidd el. Beültél, hogy érettségével kapsz 100 000 forint fizetést, ennyi. Nem te tehetsz róla, bazd meg. De elbeszélgetni a főnökeiddel, akik azt mondják neked minden nap, baznak, hogy ja, teljesítsél, ezt nem tudsz teljesíteni, bazd meg, mert miért nem tudsz? Ezért nem tudsz. Érted? Mert főnök egy számot, az kurvára, bazd meg, nem a Nikolett van itt, érted? De szólok neki, mindjárt, hogy jöjjön ide, bazd meg. Nikolett, a kurva anyád, gyere rá ide, bazd meg! Érted? Értem. Na, nincs itt Nikolett, üvöltözhetek reggelig. Érted? Értem. De viszont gumit tudok neked adni, téli gumit, bazd, annyi, mint a dög. Érted? Értem. Na, tényleg, hallod, esküszöm, bazd meg. Persze remélem, hogy lehagyják az interneten ezt a beszélgetést. Valaki fölteszi. De tényleg nevetséges, amit csinálnak ezek. De tényleg komolyan mondom, ez a T-com, hallod, vettem tőlük, bazd meg, a T-online-tól vettem egy internetet. Esküszöm neked, fizetem, mint a disznó. És állandóan lefagy. És nem a gépemben van a szar, mert bazd meg, gépem van, bazd meg, hogy Feri egy kettőt lenyomja. Érted? És akkor mit csinálunk? Próbálok levenni az internetről egy gumiméretet, vagy egy árat, vagy bármit, és bazd meg, lefagy a gép, amikor itt áll az ügyfél velem szembe. Tehát egy annyira gyengék vagytok, érted? Nem te, a céged. Annyira gyengék vagytok, hogy fosok szarok az egészre. Vágod? Itt vagy még? Értem. Jó van akkor, jó. Na, ahol nem zaklatlak tovább. Jó, viszonthallás. Szevasz. 11:42.